Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig a Conformity nevezetű játékot hoztam el nektek, amely egy horror játék, és igen, ennyit tudok csupán róla. De hát azért vagyunk itt, hogy kiderítsük, hogy mégis mi ez az egész. Hogyha örültök ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Ha valaki pedig még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor komolyabbnál komolyabb gémeket pörgetünk itt? Na de be is teszem a fülesemet, és az a legdurvább amúgy, hogy a játékunknak nincs is menüje meg semmi, hanem egyből ide csöppentünk, és le se tudom állítani. Hát nem túl bíztató, de ahhoz képest a grafikánk nem olyan vészes, sőt, kifejezetten jól is néz ki. Miért érzem, hogy mi nem hazaérkeztünk? Valami nyomozók lehetünk? Vagy netalán rendőrök? És ide jöttünk az éjszaka közepén ebbe az erdőbe? Nem akarom én ezt, aha, errefele sem tudunk elmenni. Szóval akkor kizárásos alapon ebbe a házba kell bemennünk. Miért mozog magától az a hintaszék ott? Amikor látható az ágakon, hogy annyira durván nem fúj a szél, hogy így bemozgassa. Lesznek ám akkor itt jumpscare-ek bőven? Zseniális amúgy, hogy így bugol, hogy konkrétan átmegy a falon keresztül. Aha. Mi volt ez a szélsüvítés hang? Hát nem fúj ennyire a szél. Be tudunk itt menni? Hát persze, hogy be tudunk. Random menjünk is be valakinek a házába. Ez biztos, hogy jó ötlet. És utánunk így magától becsukódik az ajtó. Ez a... Csúcit mégis micsoda. Az az ajtó is becsukódik, hát persze. Ezt nem tudom felvenni. Ja! Csak ezt a piros izét néztem, nem pedig azt, hogy itt bizony rengeteg légy van, és ez egy légycsapda. Jó, ez csupán a tévének a hangja. Szerintem kapcsoljuk le, hát hogyha akkor kevésbé lesz para, de sajnos nem tudjuk lekapcsolni. Fedezzük fel akkor ezt a házat, ahova betörtünk. Mert hogy ez nem a mi otthonunk, az biztos, fúj, hogy néz ki az a WC? Hát régóta nem lehetett használva. De nem már, hogy nincsen tükörképünk. Ez lényeges dolog amúgy mindig egy horror játékban. Vagyis én folyamatosan meg szoktam nézni. Ez az ajtó nekünk pedig be van zárva. Lehet, hogy akkor majd kell ide egy kulcsot keresnünk. Legalább senki sem jelent meg abban az ablakban. Nézzük itt a dolgoknak a jó oldalát. Tuti, hogy itt fog valami durva dolog történni, ugyanis itt van a házban a legeslegsötétebb, de ezen az ajtón sem tudok bemenni. Szóval menjünk is ki innen. Így őszintén bevallva nem is bánom. Jó. Ez még mindig csupán a tévének a hangja. Annyira nem szeretem a tükröket a horror játékokban. Már rendes flash-eltem volna, hogy a tükörben meglátunk valakit. És a tévé hangjára is legelőször azt hittem, hogy valaki szinte suttog nekünk. De szerencsére nem, ugyanis teljesen egyedül vagyunk ebben a házban. Bízzunk benne! Na de valamerre... Egy kulcsot tudunk találni? Hát csak ki kell mondanom, és itt is van a kulcsunk! Mi volt az ott? Minthogyha a bolondok házából kiszabadult volna valaki, és arrafelé elfutott az ablakunk előtt. Kezdődik, nagyon is kezdődik. Pedig hogy megörültem már, hogy megtaláltam ezt a kulcsot, de hát a para jumpscare miatt az örömöm hamar el is tűnt. Mi parák már egyébként ezek a régi családi képek? Egyre kevésbé tetszik ez a játék. De mivel
mi ilyen baromira könnyen be tudtunk jutni ebbe a házba. Tuti, hogy az a most szabadult emberke is ilyen könnyen ide tud jönni, és bárhol megjelenhet. Most az lenne a legeslegelogikusabb döntés, hogyha eltűnnénk innen. Bár aztán mi van akkor, hogyha miközben kimegyünk, szembe találkozunk. Aha, ezzel az úrral ráadásul ki sem tudunk menni. Szóval akkor csupán egyetlen egy lehetőségünk van, de én ide még gyorsan benézek, itt eddig is ilyen hang volt. Gyanús. Ó, hogy ennek az ajtónak a kulcsát találtuk meg. Srácok! Mi ez a hang? Annyira, de annyira élethű volt. Ó, hogy ott van egy lépcső, és most, amikor benyitottunk ide, akkor ment fel valaki azon a lépcsőn. Jaj, de jó! És a játék szerintem azt akarja, hogy mi is menjünk fel. Nem tudjuk kitárcsázni a rendőrséget, hogy valami. És még több régi családi képet láthatunk itt a falakon. Megadják ezek a játék hangulatát, az egyszer biztos. És nem tudunk másfele menni, csupán felfele, szóval induljunk is fel az emeletre. Á, de komolyak ezek a képek. Lehet, hogy valamelyikük a képekről még itt van. Na, találtunk egy elemlámpát. Az sohasem rossz, nem? Jó. Csak a szél fújt. Nincs itt semmi probléma. Végül is! Csak felfele jött valaki. Akkor ezek szerint őt láthattuk az ablakból, és ő rohant felfele? Csak meg ne forduljál! Miért rakod el az elemlámpát, kedves karakterem? Mi történt itt? Ez az egész csupán valami illúzió volt, vagy mi? Libabőrös vagyok! Nem akarom ezt! Most ki kéne innen mennünk? Hát ezt az ajtót ki tudom nyitni, és már megint... Itt van az ember! Miért ijesztegetsz? Fú, te! Ez nagyon is durva jumpscare volt. Most pedig vissza kell mennünk, vagy Mizu? Arrafele, amerre futott? Hát de itt nem tudok semmit sem csinálni. Szóval kötve hiszem. És mi komoly már, hogy a tükörben nem látszódnak azok a dolgok, amelyeket én a valóságban látok. De ezek után csak jó lesz már minden. Menjünk is le a lépcsőn, és húzzunk el innen minél messzebbre. Jó. Léci, legyen nyitva a bejárati ajtó. Nincsen nyitva. De mivel van elemlámpánk, ezért el tudunk jönni errefele úgy, hogy látunk is valamit, de itt meg nem is működik, és ezt az ajtót sem tudom kinyitni. Akkor mégiscsak vissza kéne mennünk az emeletre? Vagy pedig történt valami még itt lent? Hát itt nincsen semmi. Akkor vissza kell mennünk az emeletre. De mégis miért? Én nem akarok oda visszamenni. Egyszer már bőven elég volt! Ó! Hogy itt van! Ez az emberke! És én nem tudok sem erre sem menni, ugyanis próbababák tartanak fogságban.
Hát véget is ért ez a demo, meg is köszöni, hogy kijátszottuk, én pedig köszönöm a figyelmet. Hát jól beparáztatott ez a game engem, mit ne mondjak. És egy kicsikét még bele is fájdult a szívem. Nagyon remélem, hogy bejött nektek ez a videó. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a harmadik csatornámmal együtt. Kérlek, oda is iratkozzatok fel, hogyha esetleg nem tettétek volna meg. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!